A székesfehérvári MCC idén mintegy 100 kg kutyatápot adott át az Aska állatmenhely képviselőinek hétfőn délután. Az adományok gyűjtésében idén is a Fiatal Tehetségprogram diákjai és szüleik, valamint az intézmény dolgozói vettek részt. Östör Anna Mária az ajándékok átadásakor kiemelte, fontos, hogy a programban résztvevő diákok ne csak lexikálisan fejlődhessenek, hanem a szociális felelősségvállalásban is. A Matthias Corvinus kollégiumban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek a tényanyagok mellett, amit elsajátítanak, lelki értelemben, szociális értelemben is mindenféleképpen fejlődjenek, és ezt a felelősségvállalást próbáljuk ezekkel a jótékonysági akciókkal segíteni. Az Aska koordinátora elmondta, nagyon hálások az ajándékokért, de mivel rengeteg éhes szájat kellett etni a menhelyen, ez az adomány sajnos hosszú távú segítséget nem nyújt. Minden apró ajándéknak örülünk. Idén nagyon sok tápadományt, konzervadományt, pokrócokat, ilyen hasonló tárgyakat kaptunk. Igazándiból télen a legjobb, és a legnagyobb dolog, amire szükségünk van, az mindig a táp. Tehát ennek nagyon örülünk. Hát a mennyiségből ítélve ez körülbelül egy nap a kutyáinknak, ugyanis közel 300 kutya van most jelenleg az Aska menhelyen, úgyhogy minden apró zsákra szükségünk van, 1-2-5-10-25 kilós tápokra bármit elfogadunk. Szabóné Molnár Tamara hozzátette, egész évben várnak olyan adományokat a menhely előtt lévő adományládába, ami segíti a kutyák tisztántartását, etetését, valamint a játékoknak, pokrocoknak is nagyon örülnek.